Nagyon brusztos mérkőzés volt, de hát erre számítottunk, hiszen Fradi meccseken ez mindig benne van. Fradi-Vasas konfliktusoknál ezek az egyéni párharcok mind brusztosak voltak. Hál' Istennek már az elejétől kezdve mi jöttünk belőle ki jól. Fölvettük a kesztyűt, és végig erőt demonstrálva, végigvezetve, mondhatni, könnyedén vertük a Ferencvárost. Milyen volt ez a sorozat? Hát hatalmas élmény volt, tényleg ilyenben még nem volt részem, vidéki helyszínen, ilyen szervezés mellett, így lent is aludhattunk két napot, tehát tényleg összetehetjük a két kezünket akik a szervezőknek, meg a Vasasnak. Sajnos alul maradtunk az elődöntőben egy góllal, ez jól belevésődött a fejünkbe, de mindenképpen tanulni fogunk belőle. Én azt mondanám, hogy majdnem teljes mértékben elégedett vagyok. A tegnapi mérkőzésen a végén kicsúszott a kezünkből a döntetlen, de amúgy nagyon büszke vagyok a csapatom, mert szerintem hatalmasat küzdöttünk a tegnapi mérkőzésen, a mait szerencsére hamar el tudtuk dönteni, és ez megalapozta a győzelmünket. Én úgy gondolom, hogy jövőre megpróbáljuk újra megnyerni a kupát, és eddig javuló tendenciát folytattunk, mert a tavalyi évben 8, a legjobb 8 között kiestünk, idén megvan a bronzérem, jövőre meg lesz az aranyérem. Jól éreztem magam. Jó jött ki a lépés számomra, de úgy gondolom bármely csapattársamnak is ugyanígy kijöhetett volna a lépés, de most úgymond rajtam volt a sor, és éltem a lehetőséggel. Milyen volt ez a szezon a Komjádi kupában? Mennyire vagy elégedett? Úgy gondolom, hogy az elejével elégedett vagyunk, nagyon erősen kezdtünk, mint a Szeged meccseken, mint a BVSC meccseken, és ugyebár nagyon készültünk erre a Pécs meccsre, nüanszokon múlott, és most sajnos nem a milyen munkra, hanem a Pécs javára, de úgy gondolom ezzel a bronzéremnek is örülni kell, és már jövőre megpróbáljuk